Az intézmény 20. születésnapi eseményeinek zárásaként az egykori és jelenlegi művésztanárai alkotásaiból rendezett kiállítást a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola. A Művelődési Központ kiállító termében október 25-én megnyílt tárlaton ezúttal nem a diákok, hanem a pedagógusok alkotói sokféleségével szembesülhetnek a látogatók november 10-éig. Ilyenek, mint ahogy a... Nem választottak más életutat, nem pályaelhagyók, hanem mindannyian e hivatásban próbáltak kiteljesedni. Hét művésztanár, akik valamikor ott tanítottak, vagy napjainkban is a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola oktatói. Az ő alkotásaikból rendeztek kiállítást. A megszokott dolog az, ami a hagyományos rendezvényeinkhez tartozik, hogy itt a galériában, ezen a gyönyörű helyen, fél évkor és tanév végén a gyerekek állítanak ki. És azt gondolom, hogy ennek a mi munkánknak van egy másik fontos háttere és más szereplői, a pedagógusok, akik úgy gondolták, és velük együtt úgy gondoltam a kollégákkal, hogy ne csak a gyerekek állítsanak ki, hanem mi is vizsgázzunk egyszer, akár többször is, a gyerekek előtt és hát mindenki előtt, aki ezt a kiállítást most megnézi. A Homo Ludens, a játékos ember és a kortárs képzőművészet között vont párhuzamot a befogadó nyitottságának hangsúlyozásával az esztéta. Nem feltétlenül az az izgalmas szerintem kortárs művek kapcsán, hogy pontosan mi is az, amiről szól, vagy mi az, amit üzenni akar, mi az, amit kinyilatkoztatni akar, hanem inkább az az izgalmas szerintem, hogy ezt hogyan teszi. Itt kapcsolódik be a játéknak a fogalma, ez természetesen nem csak az én kútfőm, ezt már több ezer év óta igazából már megfogalmazták. Örülök annak, hogy mind technikailag egy széles spektrumú kiállítást láthatunk, mint pedig tartalmilag és szellemiségében is. Tehát a népi motivumoktól kezdve vallási témákon át, az élet apró szépségeit bemutató alkotásokon át, egészen az absztraktig, ahol már a színek és formák sokszínűségét és az abban rejlő különleges kapcsolódásokat is láthatjuk. Ez a tárlat nem egy sémára készült, hanem alkotói szabadságukat, önkifejezésüket fedik fel és tárják a szemlélődő elé a pedagógusok. Hárman jelenleg is az iskola tanárai. Az absztrakt képektől a színekkel való játékokig, a festékek különböző használatáig, a montás technikáig, én most mindenfélét felvonultattam. Pontosan azért, hogy legyen egy széles kép arról, hogy én hogy alkotok, milyen gondolatok, milyen érzések foglalkoztatnak. Körülbelül 8-10 éve kaptam Anikótól azt a lehetőséget, hogy taníthatok itt a művészeti iskolába, ami számomra egy nagyon-nagyon jó dolog volt, mert gyógypedagógusként dolgoztam a pályán, és igazából ekkor tudtam az első diplomámat hasznosítani, a matematika-rajz szakot, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy élmény volt az elmúlt 10 év. Arra ad lehetőséget, hogy tényleg kiteljesedik itt a művészeti iskolában az ember szakmailag. Egészen más, mint egy normál általános iskolában rajzot tanítani, mert itt az sokkal szabadabban dolgozhatjuk fel azokat a dolgokat, amiket szeretnénk, akár a tananyagban, akár a programokban. Nagyon sokáig a természetet festettem, és figurális képeket készítettem. Az utóbbi időben egy picit az absztraktra átálltam, ki akartam próbálni ezt a területet is. Olyan festményeimet hoztam, ahol lazább ecsetkezelések, a véletlenszerűségek játszanak inkább szerepet. A Szabó László Művészeti Iskolában tulajdonképpen kezdetektől fogva ott vagyok, már alapító tagként, csak aztán családi esemény miatt pont az első évet ki kellett hagynom. Utána hát szépen fokozatosan kaptam csoportokat, rendkívül boldog voltam, mert egész kicsi gyerekektől annak idején még óvodásokkal is foglalkoztam, és az ő tisztaságuk, őszinteségük nagyon megfogott.
aztán hát később is folyamatosan dolgoztam a Bárdos Lajos általános iskolába is, mint rajz és földrajztanár, és mellette csináltam ezt a művészeti oktatást is. Nagyon sok szép élményünk volt, nagyon nagy boldogság ez számomra, hogy a gyerekek elismerést is szereztek. Ugyanakkor végül is nem ez a fő célom, hogy ezek a gyerekek díjat nyerjenek, mert úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb az, hogy lássanak, ne csak nézzenek. Intenzíven festeni akkor kezdtem el, amikor nyugdíjba mentem. És ezek az alkotások tulajdonképpen felölelik ezt a néhány évet. A természetábrázolással, a természeti formák szépségeivel kezdtem én is. Gyerekeket is erre szokhatom, hogy először ilyen témában dolgozzanak, és hát később az elvont dolgokig eljutottam, és most azért hoztam ezeket, mert szerettem volna bemutatni, hogy én is hány többféle stílus, többféle témát nagyon szívesen feldolgozok, mint ahogy az iskolában is, ahogy Bence is említette, hogy hát pedagógusok vagyunk elvégre, és mi ezt tanítjuk, és ez jelent számunkra nagy örömet és boldogságot. A látvány nem csak a képek, hanem a korábban az itt és a nádudvari iskolában is, ma Miskolcon tanító Molnár Zsóka szemet gyönyörködtető női öltözetei, a terem panorámás részében pedig nagy tűzzománc alkotások teljesítik ki. Szoboszlóra elég korán, körülbelül egy 20 éve kerültem ki tanítani, először az ifjúsági házban tartottam rajszakkört, tűzzománcakkört, és utána kerültem át a Szabó László művészeti iskolába, ott is festészetet, grafikát, minden zománcot is tanítottam, és hát aztán végül is itt is a műfázban is voltam rövid ideig, de nem sokáig, és utána pedig Debrecenbe kerültem be tanítani. Hát nagyon szerettem a kollektívát is, szerettem együtt dolgozni Anikóval, Marikával, őket már gyerekkorom óta ismertem, mert még Szoboszlón volt ilyen alkotótábor, ahol gyerekként részt vettem, aztán meg ifi vezetőként és tanárként is. Egy ideje ilyen nagyobb méretű zománc munkákat készítek, amire lehetőségem ilyen gyári körülmények között van egy-egy ilyen alkotó héten, ahol reggeltől estig ilyen futószalagon mennek a kemencébe a munka, és ez egy ilyen felfokozott alkotási folyamat, és ezeket a munkákat hoztam. És így a témába pedig többnyire így a természet motivál, egészen a mikrokozmosztól a makrokozmoszig. Alapító tag vagyok, csak utána néhány év, 5-6 év után én elmentem máshova tanítani, de az alapítók között hát együtt kezdtük itt a többiekkel a sulit. Nagyon, nagyon jó volt itt dolgozni. Grafika szakot vittem, és vegyes csoportok voltak, nagyon jó élmények voltak, hogy a elsősöktől a gimnazistákig mindenféle korosztály volt, és nagyon jó segítői voltak egymásnak a gyerekek. A grafikus művész pedagógus filozofikus tartalmú grafikáin túl egy különleges dobozképet is kiállított. Az egyik alapanyaga, ez pénz. Ledarált pénz. A pénzt, amikor kivonják a forgalomból, akkor összedarálják, mint az irat megsemmisítőben, és ebből fűtenek. De ezzel fűtenek. De ez maga a pénz, mint matéria, mint filozófiai tartalmában, mint anyagában nagyon érdekes. És akkor ez az egyik anyaga, ami nagyon érdekes szerkezetű is, meg a jelentéstartalmát tudjuk milyen szerepet játszik a társadalmunkban. Építészeti fotográfiák is vonzzák a nézőt a kiállítás anyagban. A művésztanár, porcelán tervező iparművész az oktatás mellett hivatásszerűen a fotózás szerelmese. Néhány évig azonban ő is oktatott a Szabó László iskolában. Egy nagyon szimpatikus közösségnek találtam őket, kiderült, hogy per pillanat szükségük volt egy rajz és grafika szakon tanító tanárra. Nekem az időmből futotta, és akkor kialakult egy nagyon baráti és kölcsönös szakmai kapcsolat. Ez, ha jól emlékszem, olyan 2003-tól, durván olyan 2006-ig tartott, körülbelül 3 év.
Mindeközben a Kós Károlyból átigazoltam a Hüvelyesen a gimnáziumba, és akkor már gyökereteresztő hajdúszoboszlóiként 16 évet tanítottam a Hüvelyesen a gimnáziumban, és most már körülbelül 3 év telt el azóta, hogy a Megyesi Ferenc gimnáziumba tanítok. A fotó az azt gondolom, hogy mint hogy mindenki másnak, amivel éppen foglalkozik, az valamilyen fajta szerelem. Igazából engem az analóg fotózás még a 90-es években ejtett rabul, majd a digitális fotózás, amikor már elérhetővé vált így a egyszerű földi halandók számára, és akkor döntöttem úgy, hogy ezzel kicsit komolyabban is szeretnék foglalkozni. Ilyen szempontból lehet, hogy kilógnak a képeim a többieknek a munkái közül, mert nem nevezném képzőművészeti alkotásoknak, inkább a fotón belül egyfajta kísérletezés, vagy kompozíciós játék, vagy ki mit lát bele. Minden esetre nagyjából tükrözi azt a fajta látásmódot, ami engem boldoggá tesz.